Gyakorlatilag 24 órát töltök most itt Galántán és környékén. Tegnap részt vettem a galántai területi Csemadok szervezetnek a 75 éves évfordulóján. Számomra nagy öröm egyébként, hogy az egész esztendő ezzel telik, és több olyan területi szervezet van, ahol magam is köszönhetem a csemadokosokat, hiszen egy emberöltőnyi az az időszak, amit a csemadok már megélt, és mint ilyen a Kárpát-medencébe egyedülálló, és a felvidéki magyarságnak az összetartó erejét jelenti a csemadok, és én úgy gondolom, hogy innen kell kikerülniük azoknak a jövőbeni értelmiségieknek is, akik majdan a politikai szerveződésekben méltán fogják tudni képviselni ezt a közösséget, reményeim szerint a parlamentben is a jövőben. A mai napon Kodály nyomában jártunk, egy egész delegációval ellátogattunk Csitárra és a környékére, ahol találkoztunk az ottani csemadokosokkal, és mindenütt megkoszorúztuk a Kodály emléktáblákat. Ez számomra nagyon kellemes volt, már csak azért is, mert egy kicsit tapasztalatot gyűjthettem abból, hogy mekkora a magyar közösség. És az nagyon jó volt látni, hogy számukra fontos volt az, hogy őrizzék kultúrát, ezen belül nyilvánvalóan hagyományainkat, dalainkat. Még mindig találtak a delegációban lévő kórus vezetők is olyan dalokat, amiket ők sem ismertek, ami még Kodály részéről sem került feldolgozásra. Ezt is érzékelve nyilván van egy korosztályi előregedés, de azért én nagyon örömmel láttam azt, hogy számukra rendkívül fontos a magyarságuk megtartása, és számukra büszkeség magyarnak lenni. Ez szerintem azt jelentheti, hogy a következő 10-20 esztendőben nyilvánvaló, hogy Nyitrán és környékén az Oboraján lesz még magyar szó. A mai napon viszont Dukazójomi Árpád emléktáblájának avatására jöttem, amit Turi Török Tibor készített. Én ahogy megnéztem először a táblát, szerintem nagyon hű ahhoz, amit én magam is őrzök Dukazójomi Árpádról képet, egy pipával a szájában, rendkívül arisztokratikus megjelenéssel, és ahogy ugye mára ír a felvidéki polgárságról, én azt gondolom Dukazójomi Árpád egy tipikus megtestesítője volt annak a polgárnak, aki őseitől tanulta, és tulajdonképpen a családban benne volt az a felelősségvállalás, amit a közösségért viseltek. Ő is testvére is, két testvére, és nyilvánvaló, hogy az a meghurcoltatás, ami őket Taksonyba űzte, az sokat adott számukra abból, hogy ők, amit kaptak az itteniektől, ebből visszaadjanak valamit. Ezért számomra Dukazójomi Árpád, azt szokták mondani az ember, ahány kézfogással távol van valakitől. Én azt mondhatom, hogy én első kézfogással ismertem Árpádot házelnökségem idején, amikor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumát alapítottuk, számos alkalommal találkoztam vele, és ő, aki egyébként az első európai parlamenti képviselők között ott volt a 10-es bővítés után, én azt hiszem, hogy méltán tölt el büszkeséggel bennünket, hogy úgy képviselte a felvidéki magyarságot, amiben mindig is ott volt az a fajta kiállás és gerinc, ami a felvidéki polgárságot mindig is jellemezte. Én azt hiszem, hogy ő példaértékű, és őt meg is hurcolták, volt egy időszak az életének, ami lelkileg őt eléggé megviselte, de azt hiszem, nem ő volt az egyetlen, akinek a rendszerváltozás után ilyen sors jutott, de itt 35 év távlatában a rendszerváltás után csak azt tudom mondani, hogy Dukazójomi Árpád példa kell, hogy legyen felvidéki politikusoknak abban, hogy mer mindenkor magyar lenni, és lehet, hogyha egy másik történelmi időszakban születik, akkor egy Eszterházy János hoz méltó és nagyságú politikus vált volna belőle, de így is azt hiszem, hogy korunknak az egyik példaképe.